Nagy szeretettel köszöntök mindenkit az évzáró koncertünkön, aminek nagyon boldog vagyok, hogy itt meg tudjuk valósítani, mert mi a vírus helyzet miatt nagyon bizonytalan volt, hogy tudunk-e itt találkozni közösen, a gyerekek egymást meg tudják-e hallgatni. Mert nagyon-nagyon szeretném, hogyha szépen csöndben mindenki egymást tisztelve meghallgatná másik dalomát. Természetesen a legkedvesebb dalokat hoztuk erre az alkalomra, és mindenki bátran eljátszhatja azt, amivel készült. Na, akkor kezdjük is el, tehát három közös számmal fogunk kezdeni, és figyeljünk egymásra. Elsőként tavasz szeret játszott. Mindenki gyönyörűen kis tervezte már. Amikor is kis tervezte. Thank you.
közelben van a születésnapja. Happy birthday! Jó kis Léna, Lénőra, Lénőra, hogy hogyan gyakoroltunk mi elsőben, ugye első osztályosokként,
hogyan ismerkedtünk meg a kottával, hogyan próbáltuk a kottát, a hangokat ráfordítani, megkeresni a hegedűt. Úgyhogy most a kedvenc dalodat játszom, mert melyik az? Egy buszorka. Ilyen gyönyörű tündéri kisten, és egy buszorkát játszom. Jó, ügyes vagy, és akkor a kismadár. Thank you.
Az egyiket már hallottam. És hát az álmaim között volt, hogy zenekart alakítunk, és az akkor Lázár táncát előadjuk több szólalva, és szépen, de hát nem sikerült ebben a tanévben ezt megoldani. Ugye az évelején ezt nagyon-nagyon szeretném. De állják közelebb. Thank you.
most bekonferálni az utolsó műsorszámokat, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a gyerekek türelmét, hogy végighallgatták egymást, erre kapolni a kisebbeket a hegedűt, ugye, és most egy igazi muzsikálás következik, hiszen a fiúk már olyan korba értek, hogy ők megszerették a hegedülést, és azért hegedülnek, Schubert szerenágyát fogják hallani, és két szólamot hallom, de jut nekem hang belőle, úgyhogy egy kicsit muzsikálják a gyerekekkel. Csapat tovább folytatná a munkát.